fussatok el, mert már itt súly! Te jó ég, mit sózott rám? És vajon túléljük-e? Hát persze, hogy túléljük, miért ne élnénk túl? Meg, az halhatatlanok vagyunk, kibírunk mi itt minden. Kettes csapó. Újra fel kell venni ezt a jelenetet. Nem az a lényeg, hogy te legyél erős, hanem a társait. Újjaj, itt futnak a rajongóim. Ajjaj, ajjaj. És lássuk, hogy milyen ez a bossz. Miért sebez ránk? és hogy meg tudjuk-e ölni, vagy sem. Elefánt szentély run, azaz fáni runnal folytatjuk a kalandjainkat itt a Magic Time 2 szerverén, és amikor először elérkeztem a játéknak ezen pontjához, hogy meg kellett volna keresni, hogy hol is lehet belépni, a fáni runra elég nagy bajba voltam, mert nem tudtam. Amúgy, egy teljes helyes neve ennek a runnak az, hogy Elefánt szentély run, és az Elefánt szentély őrzőnél tudunk belépni erre a runra. Minden esetre zárójelben megjegyezném, hogy a szerver továbbra is megtartotta jó szokását, és két hetente, meg nagyobb ünnepekkor ki lehet váltani egy örökös hátast, ahogy most is egy március 15-e alkalmából itt van egy tüskés, farok, nevezetű lényecske, 5% szörnyelenit ad, és természetesen ez is egy örökös hátas, úgyhogy aki aktívan játszik, az két hetente mindig behúz egy ilyet, nekem is már körülbelül két-három oldalnyi ingyenes hátason van zárójel bezárva. Na de miért is van szükségünk erre a bizonyos fáni runra? tulajdonképpen, hogyha van egy harcos jégtitán, vagy orktitán, vagy tűztitán vérted, kardod, pallosod, akármit, azt itt a fáni run segítségével tudod tovább húzni. A fáni runnak az alapkoncepciója az ugyanolyan, mint az Atlantis runé, azaz a run végeztével megjelenik egy akármilyen típusú oszlop, legyen szó itt tűz, Ről, jégről, orkról, akármiről, és ott eszenciát tudsz magadnak kiváltani. Itt is lehet élni a duplázóval, <coughs> triplázóval, és amint megvan, és kiteleportáltál ma egyre, akkor itt a speciális item fejlesztőnél tudod kiváltani a jutalmadat. És jutalom alatt, ugye a, az én esetemben a jégvaráz eszenciát értem, természetesen, hogyha egy triplázóval mész, és van segítséged is, leadod a többieknek a triplázót, valamint a fejlesztőt, így érdemes, tehát cégben érdemes nyilván ezeket a runokat is csinálni, minél többen vagytok, nyilván annál hatékonyabb az egész, bementek öten, betriplázzátok, 15 eszenciád e, már is van, valamint a run végén, amikor megöljük majd a boss látni fogjátok, hogy kapunk egy brill körülzáró pamfletet is. Ez is nagyon fontos, mert amikor át kell húzni a cuccot, ugye jégtitán pallosról, vagy jégtitán vértről, jégvarázs vértre, akkor 15 darab bril körülzáró pamfletre van szükségünk, valamint 10 darab én esetemben jégvarázs eszenciára van szükségem, úgyhogy ezek is nagyon fontos infók még, és hát ezért van szükség nekünk erre a híres neves runra. Na no, már most itt lehet belépni az Elefánt Szentély őrzőnél a Fáni runra, és 2000 rangpontra van szükségünk, valamint 285-ös szintre, és minimum kettő fős csoportba lehet ezt az egész runt végezni. Örtög elleni erő hatásos itt a mapon, valamint a lények felére mágia ellenállás is hat. A runon segítségemre Liebherr kolléga lesz, ő most már nagyon-nagyon megnőtt, mint a bolondgámpa, nő, nagyon nő, úgyhogy valószínűleg nem lesz semmiféle problémánk, ki fogjuk puszolni a szentélyt, de nagyon. Na, és itt is van a 425-ös híres, nevezetes Liebherr, aki elég rövid idő alatt érte el ezt a szintet, úgyhogy ő lesz a segítségünkre, mint már beharangoztam, úgyhogy mehetünk is az elefánt szentély őrzőnél, regisztrálhatjuk magunkat a következő runra. No, és hogyha beszeretnénk lépni, akkor nincs más dolgunk, mint rámegyünk az elefánt szentély őrzőre, és elindítjuk a runt. Rámegyünk, hogy igen, belépek, és 35 perc áll majd rendelkezésünkre, hogy itt az összes csúnya elefántot megöljük, ugye előhívunk mindent is, és ezek aztán nem szaroznak, amúgy jönnek egyből, mint a fenye. Rögtön, rögtön benyomunk egy ilyen fanyatikus gömböt, és köpizés nélkül is. Hoppá, mindjárt kifekszünk. Újjaj, újjaj. Most van, igazán bajban, Rooster. Ülj fel a párducodra. Valamint, ami elmaradt részemről, és ezt ne felejtsétek el, hogy kosztit azt vegyétek fel. Na most, hogy fent van a koszti, most már aztán bátran, sötét fanatikusba vághatjuk magunkat, és ölhetjük ezeket a mindenféle elefántokat. Tulajdonképpen a mi kis célunk itt a játék folyamán az az, hogy minden egyes ilyen nagy kaput kinyissunk ezzel a kulcsal. Ezeket a kulcsokat akkor tudjuk megszerezni, hogyha megöltünk minden egyes szörnyet itt a pályán, azaz négy kaput kell kinyitni, ami azt jelenti, hogy négy darab ilyen wave hullámba jönnek majd a szörnyek. Hát itt van még egy kapu, itt egy fő kapu, oda akkor fogunk tudni bemenni, hogyha kinyitottuk mind az összes Mellé kaput, itt van még egy kapu, valamint itt van még egy kapu, ezeket mind kinyitjuk ezekkel a kis kulcsocskákkal, és utána pedig bejutunk a fő kapun is. Tehát, hogyha az összes kaput kinyitottuk, és minden kapu mögött kiütöttük a metinkövet, ugyanis első körben metinkövek jelennek meg a kapuk mögött, akkor utána minibosszok fognak megjelenni. A metinkövek helyén, és ha azokat megöltük, akkor mehetünk be a nagy főkapuna bosshoz. Tehát ezeket a nagyon-nagyon csúnya állatokat meg kell ölni. Megnézzük, hogy itt jó masszívan beköpizem őket, és vajon túléljük-e? Hát persze, hogy túléljük, miért ne élnénk túl? Meg az halhatatlanok vagyunk. Semmi, semmi nem állít meg minket, ahogy Liebherd se. És középen látjuk azt az oszlopot, ahol elkezdjük majd építeni a mi kis elefánt szobrunkat. Ugyanis az említett metinkövek, amiket a kiütünk, adnak nekünk egy szobor darabot, és azt a szobor darabot kell elhozzuk ide a készülő szoborhoz. Na no, már most megöltünk mindent, itt az aranykulcs, ezt felvesszük, és az aranykulcsot rá kell húznunk a kapura. A kapu kinyílik, ekkor itt megjelenik egy elefánt kristály, és az agyar metinkövet pedig elkezdjük kiütni. Ebből is hasonló szörnyek jönnek, mint a többiből, nem kell annyira ráparázni, de azért meg tudnak ám csikizni rendesen. Hogyha ez megvolt, egy szobor kődarabot kapunk, úgy néz ki, mint egy agyagdarab, és ezt a készülő szobor talapzatára ráhúzzuk, és már is megjelent az elefántnak a lába. Magunkra köpizünk mindenkit, ismételten, kibírunk mi itt minden... Kettes csapó újra fel kell venni ezt a jelenetet. Megvan a következő wave, hullám, összeszedjük itt is a kapucskát, ráhúzzuk, eltűnik, kristályra rákattintuk, kiütjük az agyar követ itt is. Ebben az esetben is változatlanul egy szobor darabkát kapunk, amit hogyha ráhúzunk a készülő szoborra, akkor már is tovább épül a mi kis elefánt szobrocskánk, és várjuk nagy szeretettel a következő hullámot, ami már meg is érkezett, és egyre combosabbnak tűnő valamik jönnek, itt már vannak ilyen, vagy eddig is ilyenek voltak, a fene tudja már, mert mindenféle csúnya, csúnya elefántok vannak. Nu! Itt vagyunk, ráhúzzuk a harmadik darabot, és már is látjuk formálódni ezt a csúnya szobrot. Nagyon csúnya lesz ez a szobor is. Az utolsó darabkát itt tudjuk majd összeszedni az aranykulcs mögötti ajtónál, és itt már megjelentek ilyen dühös, őrző elefántok, amik nagyon-nagyon csúnyaságot csinálnak. Vele a napszava a csúnya. Azt hiszem, ezek így el tudnak kábítani talán. Nagy-nagy kábító mesterek ezek, kápszeresek. De azért mi kemények vagyunk, és be is kábítottak. Oh my god! Úristen! Úristen! Mindjárt meghalunk. Mindjárt meghalunk. Ezek a, ezek a kábító mesterek, ezek nagyon-nagyon veszélyesek. És ha minden igaz, ez volt az utolsó csapat. Nem, nem ez volt az utolsó csapat. Merre van az utolsó? És megvan. Úgy, hogy a kulcsra rámenvén kinyitjuk az utolsó ajtót is. Szokásos kristályó, metinkő. És nyomjuk. És ezután meg fog jelenni minden egyes ilyen kis ajtó mögötti résznél egy minibosz. Azt meg kell ölni. És utána mehetünk tovább a nagy helyre. Felépítettük a szobrot, megjelent az elefántocska, és itt is van a boss, ezt a boss érdemes egyébként elhozni ide. Elkezdjük itten ütlegelni ezerrel, ugye, hogyha itt a nagy fal mögött próbáljuk megölni, akkor nem tud minket elütni, és sokkal sikeresebbek leszünk. Az ő ölésében meg is történt, három darab van még hátra, úgyhogy megyünk Leaperrel ölni tovább mind a hármat, azért az ő segítségével ez lényegesen könnyebb lesz. És itt van az utolsó generális, ugye négyet kell megölni, és láthattátok, hogy mi történik akkor, hogyha nem húzzuk őt ide a falhoz, elüt minket, és megvan, megvan most már a szentély kulcsa is, ezt kell ráhúznunk. Erre az ajtóra is kinyílik a hatalmas szentély, itt is van egy minibosz, amit érdemes egyébként kihúzni innen a nagy városkából, mert hát ez ilyen brutális nagyokat skillezik, pörög, forog mindenfele, és hogyha itt próbáljuk megölni, akkor ez a sok őrző itt nagyon-nagyon könnyen megöl minket. Úgyhogy első és legfontosabb javaslatom, hogyha nem vagytok annyira tele, mint én élettel, akkor bizony fussatok el, mert már így súly, te jó ég, mit sózott rám. Úgyhogy vigyázni kell, úristen, urist, őm, mindjárt végem, mindjárt végem, mindjárt végem, te jó ég, mindjárt végem, és elkapálnak, jó napot, viszontlátásra. Hello. Közben Léper megoldja. Nem az a lényeg, hogy te legyél erős, hanem a társaid. És most megjelent nekünk négy darab metinkő, és ha négy darab metinkövet is elpusztítottuk, amihoz azért már kell rendesen erő, mindjárt látjátok, hogy a háttérben Léper úgy lepusztítja az összeset, mint a fene, tehát kell hozzá bőven erő, és utána jelenik meg a híres, neves bosszocska. És megtörténik az utolsó metinkőnek is a szétverése. És lássuk, hogy milyen ez a bossz, miért sebez ránk, és hogy meg tudjuk-e vagy sem. No, hát elég jól néz ki, maradjunk annyiban, mindenféle földi jóval fel van szerelkezve, Öpp, ez is felugrott, í, A felugrós dolgokat már annyira nem csípob a múltkor is. Az a nagy felugrós szörny ott a mocsárban, elkapált minket rendesen, ez itt ez kilezget, minden fele ütöget, ah, meg vagyunk, easy peasy, lemon squeezy, felugrik, nem bánt minket. Elefánt, elefánt, nyalda ja, segít, úgyse bánt. Őjük tovább. Jönnek rendesen a skillek, hát láthatjátok, hogy ennyi szörnyeleni erővel, kb. ilyen hatásfokkal lehet ölni ezt az elefántot és ez dobja a Brill körülzáró pamfletet, és itt fog megjelenni az az oszlop, amivel eszenciát tudunk magunknak kiváltani. Ez most egy zöld, ami egy orkvarázs eszenciát tudna nekünk adni, és hogyha éppenséggel neked nincs szükséged orkvarázs eszenciára, akkor nem kilépned kell innen a pályáról, hanem csak karaktert cserézned, és akkor megmarad a 2000 rangpontod, azaz nem kell újra belépned, hogy levonjanak 2000 rangpontot, hanem nyomsz egy karaktercserét. És ugyanígy találod magad a szentély elején. Tehát ennyi már a hölgyeim és uraim, így néz ki a fánirun, hogyha tetszett, akkor mindenképpen nyomj egy lájkot, valamint iratkozz fel. A következő videóban pedig találkozunk, addig is háló, háló, háló.